Áldott estét kívánok mindenkinek, aki a szabadság imán is részt vett velünk, illetve a ma estének néhány percét arra szánja, hogy velünk együtt nyissa a Bibliát, és a júliusi témánkról, az aratásról velünk elmélkedjen. A mai igénk július 21-én Mikiás könyve 4. részének a harmadik verséből, az a körüli mondatokból származik. Imádság után felolvasom majd. Most a 72. dicséretünket énekeljük, illetve annak a szövegét olvasom az éneklő gyülekezet híján, mert részben online tartjuk Isten tiszteleteinket, valahogy többek bátorsága nem tért még vissza, hiába nyitottak az alkalmaink, többen úgy látják, hogy a vírus fertőzés negyedik vagy harmadik hulláma közeledik hozzánk, és jobb óvatosnak lenni. Én pedig úgy szolgálok, ahogy a gyülekezet hajlandó és képes meghallgatni. A 72. dicséret első két verse így szól: eljő az Úr, halleluja, de nem szegénységben, országlani, halleluja, örök dicsőségben, készen állj, ha jő a nap, melyen elhív Urad, amit ígért, halleluja, ő mindent néked ad. Eljő az Úr, halleluja, mint bárány jött elép, ki bűnömért, halleluja, odadta életét. Készen állj, ha jő a nap, melyen elhív Urad, amit ígért, halleluja, ő mindent néked ad. És ennek az éneknek majd a harmadik és negyedik versét a Bibliaórák végén énekeljük, illetve olvassuk együtt el, most imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy minden jó magvetést követhet boldog aratás, és ilyenkor mindig eszünkbe jut, hogy bizony magvető munkája nehéz, az aratója se könnyű, de a magvetésben annyi bizonytalanság van még, vajon jó-e a föld, vajon lesz-e eső és napfény, megőriztetik-e a fáradtsággal vetett mag, és ki kell-e gyümölcsöt teremé. Segíts, hogy a mi életünk is teremjen jó gyümölcsöt. Mi is olyanok vagyunk, mint a bevetett kert, a gyümölcstermés, minden tőled függ, és a mi dolgunk az, hogy veled együtt munkálkodva készségesen legyünk készek adni abból, amit nekünk adtál. Urunk, a mi gyümölcstermésünk és a mi életünk aratása az a tetteinkkel való elszámolás. Dolgozni akarunk, embereket hozzád vezetni, megbékéltetni veled, segíteni életüket rendbe hozni, segíteni a mindennapok túlélésében. Ehhez kérünk tőled erőt, hogy sokszor reménytelen pillanatok, idők ellenére is minőségi munkát tudjunk végezni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mai igénk Mikiás próféta könyvéből a 4. rész 3. verstől. Fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká, nép népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak. Ez a most felolvasott kis szakaszunk szinte szó szerint megegyezik a
nagy kortárs szerző gondolataival, és Ézsaiás könyv második részében találjuk szinte szó szerint ugyanezt a szakaszt. Kortársak voltak, és nem biztos, hogy egymást másolták, amikor ezeket a gyönyörű, bátorító gondolatokat leírták, hanem úgy benne lehetett a mindennapok forgatagában beszéd témaként, hogy mit is kell a fegyverekkel csinálni. Ugye egy régi elgondolás volt olyan világban, amikor kevés alapanyag állt az emberek rendelkezésére, hogyha jött a háború, a kéznél lévő mezőgazdasági szerszámokat alakították át, és ha fordítva olvasnánk a mostani igényket, akkor azt mondhatnánk, hogy a sarlóból lett a dárda, és a kapából lett a kard, vagy az egyéb harci bárd, olyan vaseszköz, amivel az aratás, szomorú torz megfelelője, az emberaratás következményei lettek, hiszen ezekkel a gyilkoló eszközökkel küzdöttek a harctéren azután a katonák. De mindennek vége van egyszer, a gyűlöletkeltésnek, a hazug propagandának, a karaktergyilkosságnak, sőt a háborúknak is, borzasztó a szüret, a látható eredménye a háborúnak, és aztán tovább, amit a lelkekben visz mindez véghez. Néha az az ember gondolata, hogy jobban jár, aki nem éli túl a borzalmakat, hiszen annyi sebet visznek magukkal az emberek látványban, személyes zaklattatásban, megalázásban, vagy sebekben akár. És ezért nagyon jó az a reménykeltő prófétai üzenet, hogy mindez megváltozik, és annak a fordítottja történik, mint amikor a háborúra készülöttünk. Ha a mai világ eszközei, harci eszközei akkor léteztek volna, akkor lehet, hogy valahogy úgy szólna ez a rész, hogy a harckocsikból a fakitermelés terepjáró eszközei, vagy a laza rossz talajon, mocsaras vidéken való földművelés eszközei, lánctalpas traktorok legyenek, hogy a lövőgép fegyverekből, hát nem is tudom mit, esztergát, vagy fogalmam nincs, milyen fajta eszközt lehetne csinálni, de tény, hogy ezekből a rettenetes gépekből, az emberi találékonysága borzalmas eszközeiből lehetne valami békét szolgáló, fontos, nélkülözhetetlen tárgyat is készíteni, gépet is készíteni. Hát vagy egyszerűen csak az alapanyagot föl lehetne használni, a vasat, a rezet és a töltények robbanóanyagát is, akár a bányászatnál, vagy valami egyéb területen. Szóval a béke magvetésének az aratása az, amikor viadalmaskodik emberekben az a vágy, hogy tárgyalások útján rendezzék a dolgaikat. Ezékiel is beszél az említettekről a 39. részben, azt mondja, kimennek Izrael városainak lakói, és feltüzelik, felégetik a fegyvereket, és a kis és nagy pajzsokat, a kézívet, a nyilakat, a kézbeli pálcákat és dárdákat, és tüzelnek velük 7 esztendeig. Ugyanarra az időre koncentrál ő is, mint a többiek.
és ugyanúgy reménykedik abban, hogy nem a harci kürté lesz az utolsó lárma, az utolsó szó, hanem a békéjé. Azt mondtam, hogy a béke magvetése. Vannak olyanok, akik a háború idején is a békéről beszélnek. Jézus tanítása az, hogy ha valakivel haragban vagyunk, menjünk a dolog elé. Tartsuk oda a másik arcunkat. Ez nem a gyávaságnak vagy a meghunyászkodásnak a jele, hanem az erős szereteté, annak a jelzése ez, hogy nem tud annyit elvenni a másik, aminél többet ne adnék. Valami ilyet fejez ki az, amikor Jézus azt mondja, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem. Semmit nem akarok visszatartani, hanem ahogy az anya teste, a gyerek tápláléka önmagából eteti, táplálja a kisdedet, úgy akar megtanítani minket is arra, hogy ne legyen semmi áldozat túl nagy ahhoz, hogy föl ne kínálnánk annak érdekében, hogy az emberek békében éljenek, és a gyengék jogai is érvényesüljenek. Nagy elszánás kell ehhez, nagy elhatározás, hiszen sokkal könnyebb, eredményesebb rövid távon az, ha a gyűlöletet használják fel. Tele van az ország megint hamis és gyűlöletkeltő plakátokkal, Brüsszel elleni izgatás, Soros György elleni hangulatkeltés, tudjuk, hogy ez az antiszemitizmusnak az egyik formája, az egész dolog hamis, gyalázatos, és így akarnak egyesek többletszavazatokat gyűjteni, hogy tovább uralkodhassanak, de ki ilyen szellemben készül az uralkodásra vajon békeidőben alkalmas ennek a nagy feladatnak az elvégzésére, azt gondolom, hogy nem. Az aratás témakörébe emiatt került ez a kis szakaszunk, hogy a harci eszközeinket kezdjük el tudatosan a béke eszközeivé tenni. Ott van Pál apostol, akit Isten elhív, és nem úgy használja az életét tovább, hogy karakterét megváltoztatná. Ez az ember fáradtságot nem kimélve ment és rombolta a Jézusban messiást látók gyülekezeteit veréssel, kényszerítéssel, vagy akár az élet elvételével akarta elérni azt, hogy megszűnjön ez a mozgalom, és megtisztítsa a korabeli vallási közösséget, zsidóságot a messiás vároknak egy csoportjától, de az Úr legyőzte őt, és nem arról van szó, hogy innentől kezdve visszavonult és passzívan tudós életet élt, könyveket írt, hanem ugyanezt a hallatlan energiát most az Isten országának az építésére tudta fordítani. Itt sem ismert lehetetlen, egy helyütt felsorolja, hogy mi minden, mert keresztül van benne még halálos, túlélt halálos ítélet is, megkövezésből való talpraállás, veréseknek az elszenvedése, sok-sok testi gyötrelem, ami mind-mind elérte ezt az apostolt, de megakadályozni nem tudta abba, hogy az evangéliumnak az ügyét tovább vigye. Az aratás sem könnyű dolog. Amikor az ige azt mondja, hogy aki vető magját sírva viszi, az majd vigadozva jön a kévéket emelve, valóban az aratók ünnepet rendeztek, mindig táncoltak, és karjukon dédelgették a kévét. Nagyon szép, megható jelenet ez, de tegyük hozzá, hogy az aratás talán még nehezebb munka, mint a bányászoknak a munkája, 30-40 fokban megállás nélkül hajtani a kaszát, hajladozni. Jézus idejében kezdetlegesebbek voltak az eszközök, és a sarlóval való
aratás az még körülményesebb volt, hogy az ollószerű eszközökkel, amivel birkát is nyírtak, megmarkolni a kalászokat és elmetszeni valahol a növénynek a szárát, és úgy összerakni azt a csokrot, amit aztán végül ki lehet majd csépelni. Nem volt ez egyáltalán könnyű munka, és nem sokat lépett előre a világ a 19. századig, amiben aztán megjelentek az aratógépek, a kombájnok, de még az is nehéz munka, igaz, ma már légkondicionált, kulturált utasfülkéje van a kombájnoknak, nyilván így ebben a kabinban ülve könnyebb, emberségesebb a munka, de akkor sem könnyű. Helyt kell állni hosszú időn át, aki elindítja az aratást, annak be is kell fejezni, nem szabad leállni, különben elkezd kalászokból kiperegni a mag. Szóval nehéz, kemény munka a békében való munkálkodás és a békén való munkálkodás. Majdnem mindig az a világ fizetsége, hogy kinevetik azokat, lenézik azokat, akik nem erőt akarnak alkalmazni, hanem a hallatlan energiáikat az erő kioltására akarják fordítani. Mi az üzenet, ami számunkra ebből az igeversből? Mert a jövő üzenete ez, a reménységet erősíti és táplálja, hogy egyszer eljön ez a kor, de hol a mi helyünk, a mi tevőleges munkánk eközben? Mit jelent a dárdát sarlóvá kovácsolni, és a kardot, harci bárdot pedig kapává kovácsolni? Ugye a kapa pedig az az eszköz, amivel gyomot írtunk, és nem embert, amivel a sűrűn vetett növényt megegyeljük, így mondják vidékeinken, minden második növényt kivágják, hogy ne két satnya gyümölcse legyen az egymáshoz közel álló növényeknek, hanem legyen egy teljes, erőteljes termés, mondjuk a kukoricánál például, és ez az kell, hogy távolítsunk el minden többlet növekményt a túlbuzgóságnak az eredményeit, azt sem vészel persze, mert nagyon szeretik a tejet adó állatok ezt a Nyíregyháza környékén pásztorkának nevezett fölösleges növény, és hát a kapa vagy gyomot, vagy többlettermést vesz ki a földből, mindenképpen egy nélkülözhetetlen eszköz, harci bárdot ilyenni, átalakítani, és a dárdát sarlóvá kovácsolni, kalapálni. Nagyon szép munka, hogy aztán elkezdődhessék a béke építése, elébe menni a bűnösnek, ahogy ezt Isten tette, hogy a tékozló fiú történetében az apa kezdeményezi az ölelést, a fiúban csak a gondolat érik meg, hogy hazamegyek, és elmondom apámnak, hogy vétkeztem az ég ellen, és ő ellene, és nem vagyok méltó, hogy a fia legyek, de a döntés, hogy ez lehetséges, az apa kezében van. A magvetés előkészítő munkái alatt és a szent feladat elkezdésében látnunk kell, hogy mindez Isten ajándéka. Ő teremtette a magot, ő állította össze, én csak kiszórom. És az aratásban ugyanígy ő adja az erőt, ő zárja le az egész feladatot. Ő nála valósul meg az az ígéret, amit az özönvíz után is tett Isten, hogy a világ innentől kezdve nem kell, hogy egy újabb pusztulás félelmében éljen, mert Isten jó, és függetlenül attól, hogy az ember okult-e az özönvíznek a csapásából, nem okult belőle, de attól maradtunk Isten gyermekei, és Isten szeretete pedig megmaradt, és ennek az eredménye, hogy van a békekövet munkája mögött valóság, van a béke magvetésének boldog aratása, amikor a pusztító eszközöket visszaformáljuk.
a hétköznapi élet fontos eszközeivé. Az egyszerű GPS, amit használunk, az is először az célokra készült, az éjjellátó szemüveg, amivel tájékozódni tudunk, az is vadászati célokra készült, és sok-sok robbantó és távolságot átívelő lövedék adott ötletet, amit aztán visszahoztak a hétköznapi életben is, sajnos többek között azért, mert ezek elavulttá váltak, és helyettük még jobban pusztító eszközöket, frissebbeket találtak ki. De most nézzünk a dolognak a végére. Isten békessége fog diadalmaskodni. Talán egy utolsó gondolat az, hogy a dolgok végkimenetele soha nem a pusztítás. És miért nem? Azért, mert Isten szerette a világot. Hogy közben esztelen dolgok történnek, az lehetséges, de az is biztos, hogy magától nem fog leállni a pusztítás, és Isten szent lelke munkálkodik emberekben, és ennek eredményeként lesz vége a világban az erőszakoskodásnak, de vége lesz. A dolgok végkimenetele nem ég és a föld pusztulása és felejtés. Ezt is megtehetné Isten, de nem akar kihajítani bennünket, bűneinket dobja háta mögé, vagy a tenger fenekére, nem minket, ránk az ő békessége, az üdvösség vár. Eljön tehát ez az idő, de hol a mi dolgunk, mint ebben? Mi dolgunk az, hogy a fegyvereinkkel számoljunk kell, legyen egy fegyverletétel, jöjjünk az Úr elé, és mondjuk azt, Uram, mindenem a tiéd, mit akarsz, hogy cselekedjem, ugyanúgy, ahogy ezt Pál tette. Legyen meg a te akaratod, ugyanúgy, ahogy a mi mesterünkről ülünk, Jézus mondta, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Igen, itt kezdődik a béke, hogy bennem végbe megy egy gyógyulási folyamat, egy olyan fantáziakép kezd működni, ha ránézek hadieszközeimre, hogy vajon milyen békés dologra tudnám ezt fordítani, hogy nem örvendezek, nem abból csinálok játékot, hogy hogyan lehet gomnyomásra akár egy egész várost is elpusztítani. Tényleg most jut eszembe, hogy lehetne javasolni játék készítőknek egy olyat, amiben azt kell kitalálni, hogy a bonyolult harci eszközöket hogyan lehet a béke szolgálatába állítani. Az erőszakra fogékony életedet, a rombolásra kész, a pusztításban örvendező énedet, vidd az Úr elé, légy kész arra, hogy benned békét teremtsen, háborgó természeted és bűneid miatti lelki furdalásod világából, hadd építsen újjá, és hadd győzzön meg arról, hogy szánt neked szerepet, a békesség megteremtésében is. Mindez Isten műve, mint mondtam. Ő ad gondolatot ahhoz, hogy az agyafúrt harci szerszámokat a béke eszközeivé formáljuk át. Találjon valamennyiünkben az Úr igazi tanítványokra, akik sem játékból, sem komolyan nem használnak gyilkoló eszközöket, hanem azon törik a fejüket, hogy lehetne mindebből, minden energiából az Isten békességére készülni. Imádkozzunk! Mindenható mennyei Atyánk, a Te békességed az, ami minden értelmet felülmúl, és meg tudja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Igen, a Te gondolatod a béke. Te tudtad, amikor embert teremtettél, hogy ebből háborúk is lesznek, de Te vagy az, aki a reményt életben tartod ezekben a napokban, amikor népre kardot emel, és
sarlóiból dárdát készítenek, kézi fegyvereket, pusztítás eszközeit, vagy találékonyságot nekünk, hogy azt az energiát, amit eddig konfliktusra fordítottunk, abból nyertünk erőt, támogatókat, ezt az energiát a te érted való béketeremtésre hadd használjuk fel, és hadd hirdessük bátran, hogy te akarod ezt, Urunk, a világ megbékéltetését, emberek megbékéltetését önmagukkal, egymással és veled. Hadd jussunk el ide, oly csodálatos üzenet ez, hogy dárdáinkat sarlókká és harci bárgyainkat kapákká. Hadd formáljuk át a te dicsőségedre, legyen áldott a te neved mindezért a jóért, hogy ez lehetséges. Amen. Fogadjuk az áldást. Az előbb említettem az egyik formulát az Isten békességéről, és most egy másikat, a zsidókhoz írt levélből. A békesség Istene, aki kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, örök szövetség vére által, ami Urunkat Jézust. Tegyen készségesek titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. És akkor befejezésül énekeljük a megkezdett éneknek a 72-es dicséretnek a 3. és 4. versét. Eljő az Úr, halleluja! Nagy égi fényben majd, s mindent mi él, halleluja, szolgálatába hajt. Készen állj, ha jő a nap, melyen elhív hű urad, amit ígért, halleluja, ő mindent néked ad. Eljő az Úr, halleluja, meglátja minden őt, és szent neve, halleluja, mennyet, földet betölt. Készen állj, ha jő a nap, melyen elhív hű urad, amit ígért, halleluja, ő mindent néked ad. Amen.